Üdvözöllek benneteket ezen nap felvételen. Egy havi jóslás április hónapra az ikrek jegyében születetteknél. Először is elmondanám azt, hogy mi történik, az asztrológia mit jelez április hónapban. Az ikrek jegyénél lesz egy ilyen nagy szerelmi energiamező, szerencse a szerelmi élet területén. Április 1-én új hold lesz, az azt jelenti, húzódj vissza, gondolkozz el valami felett. Mégpedig arról, hogy ki vagy mi befolyásolja az életedet. Ez egy jó hatás, vagy inkább kellemetlen, akkor búcsúzz el ezektől a kapcsolatoktól. Április 16-án teli hold van, ami megvilágít valamit. Itt egészségügyi témákról van szó, vagy arról, hogy rendezed a dolgaidat. Április 30-án újra új hold van, visszahúzódás, meditáció, mégpedig gondolkodj el azon, hogy tudod a dolgaidat intézni, hogy előre menjenek, folyamodjanak az események. Április 4-én Mars bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat. Mars bolygó jelentheti a te élet erődet, de egy férfit is. Szaturnusz bolygó hatása alatt vagy korlátozásokról van szó, vagy arról, hogy segít abban, hogy rendezzetek valamit. Április 12-én Jupiter bolygó és Neptun bolygó együtt hat. Ha álmokról van szó, vagy egy kreatív tevékenységről, akkor ez szerencsét hoz. Ha Jupiter bolygó hatása alatt egy bírósági ügyről van szó, akkor ott még valami nagyon átláthatatlan. Április 18-án Merkur bolygó és Uránusz bolygó hat együtt, fontos beszélgetések, változások várhatóak. Április 27-én Vénusz és Neptun bolygó hat együtt, ez nagyon jó egy kreatív tevékenységnél. Április 30-án Vénusz bolygó és Jupiter bolygó együtt hat. Itt szerencse a szerelmet illetően, de jelentheti azt is, hogy mi hölgyek nem szabad, hogy eltúlozzunk valamit. Ezen a napon, április 30-án lesz egy nap finsternis, és finszterniszeknél mindig kármikus témákról van szó. Ugyanezen a napon, tehát 30-án Plutó bolygó megáll, utána visszafele halad, itt is a múltról kármikus témákról lesz szó. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit közölnek a kártyák, szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy ezek a havi jóslások megrendelhetőek. A díjam 3500 forint, akkor az rád vonatkozik és személyes, passzol a te helyzetedre. És most megnézzük ezt a kirakást. A sarokkártyáknak mindig van egy fontos jelentősége, különösen az első kártyának, hiszen utal a havi témára. Itt megjelenik ez a férfi. Tehát ez a férfi áll most a középpontban. És ha te egy nő vagy, akkor gondolsz rá, hiszen itt van a te kártyád, és a fölötted lévők utalnak a te gondolataidra. Itt megjelenik a levél, és ez a férfi. Tehát te gondolsz rá, megvannak az elvárásaid, hiszen várod azt, hogy ő írjon, jelentkezzen nálad. Ezt te megkapod, erre utal itt a hold, és ez szerencsét hoz. Ezt jelenti itt a 4 levelű lóhere, és ez a virág
utal a tisztaságra, itt tisztázódik kettőtök között valami. A képen látható, hogy mindketten ebben a sorban vagytok, és eltekintetek a kártyáktól. Ennek is van egy jelentősége, mert jelenleg minden olyan sok, és ti nem akartok nézni oda azokra a dolgokra, ami most így történik a környezetetekben. Inkább mindketten olyan visszahúzódóak vagytok. Az ő feje fölött nincs kártya. Az azt jelenti, ő nem engedi meg azt, hogy valaki belásson az ő gondolataiba vagy terveibe. Hamarosan lesz itt változás, nem csak ami kettőtöket illet, hiszen ő jelentkezni fog, hanem a munkáját illetően is, hiszen ez a horgony utal a munkára, a hivatásra. Itt megjelenik a ravasz róka a munka mellett nála, és az azt jelenti, hogy ez a munka nem tetszik neki, és szeretne rajta változtatni, vagy azt is jelentheti, hogy a munkahelyén vannak hamis emberek, és emiatt úgy elfordul a dolgok felől. Nem beszél erről, hiszen, mint mondtam, a feje fölött nincs kártya, tehát nem beszél a terveiről, nem nyilatkozik ezekről a dolgokról. De itt látható a kulcs, a munkával áll összefüggésben, és ez a kulcs jelenti azt, itt kinyílik egy új ajtó, egy lehetőség, itt vannak a sikerek, ezt jelenti a nap, és ez a kisfiú jelenthet szimbolikusan itt, ami a munkáját illeti, egy új kezdetre utalhat. A következő sarokkártyán itt ez a torony látható. Ez jelenthet egy magas, vékony szemét. Ez lehet ez a nő is, hiszen a kígyó az gyakran egy hölgyre utal. Amit a torony még jelent, az érzelmekkel kapcsolatban, amikor fogva érzed magad, mert félelmeid vannak, mert bizonytalan vagy, és akkor az úgy érezhető, mint egy labirintus, ahol keresed a kiutat, keresel egy lehetőséget. Ez sikerülni fog, hiszen ez a sarló elvágja ezt a tornyot, tehát átteszed magadat a félelmeken, és ez a kígyó jelenti akkor a gyógyító erőt nálad, ha egy hölgy vagy, és jelenti a megújulásokat is. Amit a torony még jelenthet, ezek hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy. Ez lehet egy örökösödési ügy is, hiszen egy vonalban megjelenik itt a koporsó. A kasza eltávolítja ezeket a dolgokat, tehát ezek a hivatalos dolgok, vagy ez a bírósági ügy lezáródik. Nem csak a kasza segít ebben, hanem az egerek is. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Az egerek felfalhatják ezt a nőt, persze szimbolikusan értem ezt, tehát eltávolítják ezt a hölgyet a környezetedből. Vagy valamit eltávolítanak az otthonodból. Az is lehet, hogy ez a hölgy ellopott tőled valamit, vagy ez a szándéka. Amit a ház még jelenthet, az otthon, vagy a környezetet, mint például a szomszédok, vagy a rokonság, itt valami eltávolodik, hiszen az egerek valamit itt elvesznek tőled. Itt lesznek változások az otthonodat, a családot illetően, hiszen itt vannak az utak, és az utak jelentik a döntéseket. Ez eltarthat nyár hónapig. Nem csak az otthonodat illetően lesznek ezek a döntések, hanem a munkát illetően is, hiszen a horgony jelenti a munkát, a hivatást. Holott a horgonynak van még más jelentése is, utal egy bizonyos helyre, ahol úgy érzed, vagy ő érzi így, le tud horgonyozni.
Az utak mellett itt van ez a könyv. Ez utalhat továbbképzésre is, itt is lesznek döntések. A madarak jelenthetik egy idegen nyelvnek a tanulását is. Amit a könyv még jelent, természetesen a tudás, a tehetség, vagy mivel le van zárva, utal a titkokra, utal a zárkózottságra is. De ez elmúlik, hiszen itt hamarosan lesz mozgás, lesznek beszélgetések, itt van ez a virágcsokor, utal a nőiességedre, a szépségedre, de jelenti a május hónapot is, tehát ez a beszélgetés eltarthat májusig. Itt a következő sarokkártyán látható ez a park, ami jelenti a nyilvánosságot, mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést, itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok, itt van a gyógyító erő, a kapcsolatok, és ez kihat a szerelemre. Ez a kártya, a virágcsokor jelentheti a te nőiességedet, de egy kellemes meglepetést is, egy ajándékot, egy meghívást. És a következő sarokkártyán szintén a szerencse van, erre utalnak a csillagok. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, ahogy meg van írva a csillagképekben. Ez hozhat nyereményt számodra, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Itt van április elején a szerencse, és itt van az erő. Tehát a halak nagyon erősek itt. Javul az anyagi helyzet. A múltban voltak még nézett eltérések. Itt mutatja ez az ostor a fájdalmas emlékeket, és minden olyan átláthatatlan volt, az anyagiakat illetően is, és a szerelmet illetően is, hiszen ez a kártya, a felhő összefüggésben áll a halakkal, és összefüggésben áll a szívvel. De ez a múlt, mert a felhő az egy időkártya, és jelent fél évet. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt az anyagiakat illetően, és a szerelmet illetően. Ez most lezárul, itt vannak a változások. Itt van a gyógyító erő, és a csillagképek szerencsét hoznak, és mutatják az időt is. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Tehát április az az időpont, amikor itt rendeződik, tisztázódik valami, lesz egy új kezdet, itt vannak a változások. A kisfiú és a gólyák utalhatnak egy kisbaba születésére is, vagy nálad, vagy a környezetedben. Itt ez a kereszt jelenti a vallási témákat, egy spirituális területet, de azt is, amikor a sors utatok kereszteződik. Vagy jelentheti azt is, hogy elérkeztek most ehhez a kereszteződéshez az élet utatokon, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, és akkor a gólyák jelentik ezeket a változásokat, és a kisfiú szimbolizál akkor itt egy új kezdetet. Ez eltarthat nyárig, erre utal a nap. A ravasz róka nem csak a hamisságokat jelenti, hanem a döntéseknél figyelmeztet téged, vigyázz, légy óvatos, hoz helyes döntéseket, nehogy később ezt megbánt, ne siessd el a dolgokat. Lehet, hogy jobb nyárig várni, amíg itt lesz egy új kezdet. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét április hónapban itt látható az első sorban. Ez a férfi áll a középpontban. Ez a kapcsolat szerencsét hoz számodra. Kapsz tőle egy hírt. Itt tisztázódik valami. Ő úgy érzi, hogy le tudod horgonyozni nálad.
Ami viszont a munkáját és a hivatását illeti, ott vannak még a hamisságok, és ő szeretne valamit változtatni ezen. Ami a spirituális dolgokat és az anyagiakat illeti, itt szerencséd van, itt van az életerő. Légy óvatos a barátokkal, mert itt is látható ez a hamisság, tehát nem tudsz mindenkiben megbízni. Második hét, április hónapban itt látható. Kapsz egy fontos hírt. Itt kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, jelenti az ő nyitottságát is, érzelmekről beszélni, hiszen a hold szimbolizálja az érzelmeket. Itt a nap utal a nyitottságra, az ártatlanságra, egy új kezdetre. Itt van köztetek egy kármikus kapcsolat, a sors utatok kereszteződött, de jelenti azt is, hogy fontos döntéseket hoztok. Itt vannak a változások. Ami a múltban volt, ezek a sebzett emlékek, vagy valami, ami átláthatatlan volt számotokra, az elmúlik, hiszen itt a gólyák jelentik a változásokat is. A fontos döntésekről van szó, amit ez a kereszt jelentett. Légy kicsit óvatos, ne beszélj erről a baráti körben, hiszen itt valaki téged meg akar bántani. Azt is jelentheti, hogy várj nyárig, amíg itt egy új kezdet lesz. Harmadik hét, április hónapban itt látható. Ha egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban. Megvannak nálad a változások, a megújulások. De van egy hölgy, a környezetedben ez a kapcsolat elmúlik. Ez a nő valamit el akar távolítani az otthonodból, itt lehet lopásról szó, vagy egy örökösödési ügyről. Ezt tisztázni kell, itt ez a torony jelenthet ilyen bírósági ügyeket is. Ami volt a múltban, a téli hónapokban, a nehézségek elmúlnak, az egerek ezt eltávolítják, lesznek itt szép kapcsolatok, gyógyító erő, a szerelemben előre mennek a dolgok, és az utolsó hét, április hónapban itt látható, a kassa eltávolítja a tornyot és ezt a koporsót. Ezek lehetnek hivatalos dolgok, egy bírósági ügy, vagy korlátozások. Fontos döntést fogsz hozni, de ne beszélj erről, hiszen a könyv utal a titkokra. Legyen ez a te titkod. De valamit tanulni fogsz, ez lehet egy idegen nyelv, vagy jelentkezel továbbképzésre, és itt vannak a beszélgetések. Ez szerencsét hoz számodra, de eltarthat május hónapig. Itt lesznek külföldi kapcsolatok, vagy ez a hajó jelenti a reményt, ami a szerelmet illeti, vagy egy lelki kapcsolatot. És az utolsó kártyán látható ez a park, ami utal a nyilvánosságra, ahol észrevesznek téged, megkapod az elismerést. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!